Sok szeretettel köszöntök mindenkit legújabb videómban, melyben igen érdekes számok után eredünk, hiszen a héten készült el a tavalyi népszámlálás eredményeivel a Központi Statisztikai Hivatal, és bizony érdekes számadatokat kaptunk, hiszen a 2011-es népszámláláshoz képest több mint 334 000 magyar emberrel él kevesebb ebben az országban, ami egy megdöbbentő adat, egy óriási nagy szám, és hát ez mellett természetesen a legmegdöbbentőbb az, hogy tovább öregszik a magyar társadalom, illetve nagyon furcsa az is, hogy a közel 4 millió katolikus helyett immáron 3 millió sem vallotta magát katolikusnak, és az embereknek gyakorlatilag a 27%-a az azt nyilatkozta, hogy ő nem vallásos, nem istenfélő. Hogyha a nemmel válaszolókat a vallási kérdésre is ebbe a kalapba vesszük, akkor pedig kiderül, hogy a lakosságnak az 50%-a sem vallásos. Megdöbbentő számok sora tovább folytatódik akkor, hogyha megvizsgáljuk, hogy a magyar lakosság több mint 1/3 él magányosan, vagy megvizsgáljuk például azt, hogy a cigányság körében tapasztalható demográfiai robbanás a számokban nem érvényesül, hiszen csak 2/3 vallotta magát cigány származásúnak a 2011-es számokhoz képest is, és hát ami nem meglepő, hogy a külföldiek és az idegen nemzetiségűek számaránya az lényegesen növekedett kicsivel több mint 10 év alatt, hiszen az ukránok száma valószínűleg a háborúnak köszönhetően az lényegesen emelkedett, ami viszont aggasztó, hogy van olyan település, ahol mondjuk az idegenek számaránya a 70%-ot is eléri. Talán még sokan emlékeznek azokra a videóimra, amelyek Rajkán és a Moson-Magyaróvári járásban készültek, ahol bemutattuk, hogy a szlovákok milyen erős térhódításba kezdtek. Hát itt az eredménye, ezt lehet már gyakorlatilag a KSH adataiban is kézzelfoghatónak venni és látni, hiszen a 70%-os szlovák nemzetiségű Rajkán nem kérdéses, hogy jövőre már egy szlovák nemzetiségű településvezetés fog ülni és a helyén, és én azt gondolom, hogy ez igen nagy probléma. Éppen ezért magának Orbán Viktornak is benyújtottam egy írásbeli kérdést. A válasz az engem egyáltalán nem nyugtatott meg, de én azt gondolom, hogy ha valaki veszi a fáradtságot és átolvassa ezt a választ, akkor magyar érzelmű emberként talán őt sem fogja megnyugtatni, mint ahogy az sem, hogy nőtt egyébként a kínaiaknak és az indiaiaknak is drasztikusan az országban a száma. Elég arra gondolni, hogyha az ember Budapest utcáin sétál, akkor meg kell nézni az ételfutárokat, akik a robogón vagy a biciklin ülnek, szinte egytől egyig már indiaiak végzik ezt a munkát, de ugye tudjuk, hogy akár buszsofőrnek, akár más állásba is tömegével érkeznek, akár filipinok, akár indiaiak, ami igen komoly probléma, hiszen ők lényegesen olcsóbban dolgoznak, akár mint a magyar munkavállalók, ami azt jelenti, hogy a jövőben nem a magyar bérek nyugati európai válása lesz a célkitűzés, hanem a balkáni szintre süllyesztése, hiszen egész egyszerűen, hogyha a magyar nem hajlandó ugyannyiért elvégezni az adott munkát, mint egy vendégmunkás, akkor nem a magyart fogják alkalmazni, hanem a vendégmunkást, a magyarok pedig ismét 100 000 számra mehetnek majd Nyugat-Európába, vagy, mint ahogy hallottuk már itt korábban más miniszterelnöktől, mint aki jelenleg regnál, mehetnek ahová akarnak. Márpedig sajnos a statisztika alapján akarnak, hiszen a tavalyi évben rekordmennyiségű magyar hagyta el Magyarországot, ők jobb részt Nyugat-Európa felé vették az irányt. Sajnos hozzáteszem, hogy már nem csak a fiatalok, hanem bizony középkorú emberek és családok is, akik egész egyszerűen már nem itthon képzelik el a jövőt. És hát az is nagyon aggasztó, hogy gyakorlatilag a 18 és 29 éves kor közötti generációnak több mint 40%-a nem itthon képzeli el a jövőt, más országban szeretne letelepedni, más országban szeretné megalapozni az életét. Hogyha pedig a 18 év alattiakat nézzük, akkor abból kiderül, hogy ahogy fiatalabb generációkat kérdezünk meg, ez a szám úgy egyre nő. Tehát ha ez így folytatódik, ez a tendencia, akkor Magyarország szép lassan kiürül, a magyar nemzet szép lassan felszámolja saját magát, mindezt egy magát nemzeti keresztény konzervatívnak valló kormányzás alatt, ami egészen döbbenetes, hiszen jól látszódik, hogy akár a letelepedési kötvényeknek köszönhetően pénzért árulták a magyar állampolgárságot, ekkor szaporodott meg a kínaiak száma például hazánkban, illetve azt is jól látjuk, hogy a profit érdekében az ide letelepülő külföldi multinacionális cégeknek kedvezve próbálja a kormány a migráns vendégmunkás politikáját ráerőltetni a magyar társadalomra, amelynek már látjuk káros következményeit, főleg olyan településeken, ahol a vendégmunkások száma az adott településen élők számához képest igen jelentősen megugrott. Itt mindennaposak a rendbontások, a randalírozások, a két különböző kultúra összeütközéséből eredő surlódások, hiszen egész egyszerűen sok esetben a 3.-4. világból érkező munkavállalók vagy vendégmunkások azok nem azokat a normákat tartják be, mint amit mondjuk a többségi magyar társadalom, éppen ezért a konfliktus helyzet az mindenkoron fennáll. Ha a következő népszámláláson már nem azt az eredményt szeretnénk kapni, hogy gyakorlatilag Magyarország kiürült a magyar állampolgárokat és a magyar nemzet részét képező honfitársainkat tekintve, akkor súlyos lépésekre van szükség, azonnali súlyos lépésekre, hiszen egész egyszerűen, hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor meg fog szűnni a magyar nemzet, elnéptelenedik Magyarország, és ha nevében esetleg marad is, azt gondolom, hogy állampolgáraiban nem fog maradni, azokat ne vegyük a magyar állampolgárok közé, akik pénzen mondjuk letelepedési kötvényt tudtak venni. Én a magyar nemzetről és a magyar nemzet részeiről beszélek, márpedig ezt csak egy radikális fordulattal, teljesen más politikával lehet elérni, hogy ez a helyzet ez javuljon és változzon. Láthattuk, ahogy a balliberális oldal, a Gyurcsány fémjelezte balliberális oldal, ők a nemzeti szuverenitásról teljesen lemondanának, és ők egy egységes Európai Egyesült Államokban gondolkodnak, és láthatjuk, hogy a Fidesz az szinte semmivel nem gondolkodik másabbul, hiszen egész egyszerűen ellepik az idegenek Magyarországot, közel 500 000 vendégmunkás szeretnének Magyarországra hozni, ami döbbenetes szám, főleg annak tükrében, hogy közel 1 millió magyar van kint külföldön, szintén vendégmunkás gyanánt. Mi azt gondoljuk, hogy a külföldiek helyett a magyarokat kéne hazahozni, olyan élhető feltételeket kéne teremteni az országban, és olyan közállapotokat, amelyek nem elrémisztik a magyar embereket, hanem hazacsábítják végre őket a szülőföldjükre, a szülőhazájukba, hiszen ha ez nem így történik, akkor elmondtam már előbb, hogy milyen óriási tragédia elé nézünk. Én azt gondolom, hogy Magyarországon jelen pillanatban egy olyan párt van, amely komolyan gondolja ennek a problémának a megoldását, és ez nem más természetesen, mint a mi pártunk, a Mi Hazánk Mozgalom. Mi teljesen más jövőt képzelünk el Magyarországnak, mi azt szeretnénk, hogyha a magyar emberek itthon tudnának boldogulni, hogyha a fizetések a nyugat-európaihoz közelítenének, nem pedig a bangladesihez. Mi azt szeretnénk, hogyha a magyar emberek mernének gyermeket vállalni, ehhez természetesen olyan feltételeket kell nekik teremteni, hogy merjenek bátran gyereket vállalni, és egy teljes szemléletformáláson kell az egész magyar nemzetet gyakorlatilag átvezetni, hiszen azok a nézetek, azok a tanítások, azok a körülmények, amik jelenleg fennállnak ebbe az országba, azok csak ezt a sötét jövőt fogják elénk vetíteni. Mi Hazánk Mozgalom az eddigi politikai szereplőkkel ellentétben nem azt szeretné, hogyha mi magunk profitálnánk a munkánkból, hanem azt szeretnénk, hogy a magyar nemzet profitáljon belőle, hiszen mi nem egy politikai alapon, nem egy maffia alapon összeállt párt vagyunk, és egy összeállt közösség vagyunk, hanem mi ideológiai és értékrendi alapon jöttünk létre, és mi azt szeretnénk, hogyha a normalitás lenne az, ami a jövőben győzedelmeskedne Magyarországon. Éppen ezért én arra buzdítok mindenkit, hogy olvass el a programunkat, ismerkedje meg a Mi Hazánk Mozgalommal, és amikor a választásokon majd arra kerül a sor, akkor támogasson minket, hiszen ebből az országból csak akkor fogunk tudni egy élhető országot varázsolni, hogyha minél erősebbek vagyunk, és minél több magyar ember áll be mögénk.